kulcsa az életben. Boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha abból nem lesz semmi. 14 éves koromig egy focilabda volt a világom nagyjából, és ha lementünk kapufázni, akkor vagy Pelé voltam, vagy Détári. És akkor egyszeriben észrevettem először is azt, hogy a lányoknak van mellük. Ez nagyon sokat segített abban, hogy végül észrevegyem, hogy a bátyám zenél, mert addig egyébként nem nagyon tűnt fel, és onnantól viszont evidens volt. Tehát én megláttam nagyjából a dobszerkót, és evidens volt a dobolás, aztán evidens volt az is, hogyha akkor az Zoli éppen még basszusgitározott, most meg már újra néha, hál' Istennek. Szóval evidens volt, hogy elkezdünk együtt baromkodni, meg nyilván próbált tanítani, hogy akkor merre, meg hogyan van a zenélés. Majd a bint a széken, elringadsz a szálon, nem jön a szemedre csak. Bármilyen kiábrándító egyszer nem nagyon vitatkoztunk soha. Most is talán az van, amikor mit tudom, a Bekek lemezt csináltuk, vagy a zenekart előtte, meg utána, szóval, hogy meg a zenekart körülötte. Szóval, hogy az a, bár egy csomó dologról azért radikálisan, hogy inkább azt mondom, hogy nagyjából ugyanúgy gondolkodunk a dolgokról, de néha radikálisan másképp viszonyulunk. Ez inkább attitűdbeli különbség. Egyszerűen az van, hogy amikor a Bekek anyagot építettük, és csináltuk a dalokat, meg mit tudom én, valahogy azt vettük észre, hogy írjuk a dalokat, próbáljuk őket, kitaláljuk a részeket, átgondoljuk, hogy merre felé legyen, hogyan vegyük majd fel, nem tudom micsoda, és hogy így tulajdonképpen csináljuk a dalokat, és hónapok óta nem beszélünk a dalokról, hanem egyszerűen csak játsszuk őket, és mindegyikünk ugyanazt gondolja, és ott ugyanoda fordulunk, hogy nem beszéled meg, hogy itt legyen az a fordulat, vagy nem tudom, 4 után legyen az, vagy 8 után legyen az, vagy mit tudom én, levegő után forduljunk, vagy ilyenek, hanem egyszerűen csak azt vettük észre, hogy minden evidens. És nagyjából így is zenélünk, hogy mit tudom én, a szemkontaktus az állati fontos, például általában a zenészek között. Az összebólintások, főleg, hogy sokat improvizálunk, ugye alapvetően nem taktra megyünk, tehát nem az van, hogy van egy gépi jel, ami alapján megyünk, hanem megyünk levegővel, nincsenek taktok, nincsenek ilyen gépi ügyek. És mit tudom én 1,5-2 órát állok az azának háttal. Fogalmam sincs, hogy hova fog fordulni, mégis az van, hogy ugyanoda fordulunk egy improvizációba, egy szünetbe, vagy bárhova, mert valami miatt nyilván ez inkább szocializációs ügy, szóval hát együtt nőttünk föl, ugyanazokat a zenéket hallgattuk, tudom. Hát szóval én eleve nem is zenéltem mással, csak az Olival, tehát hogy eleve úgy jött ez a zenélés ügy, szóval hogy nincs egy ilyen. Én már sose akartam mással zenélni, csak meg kellett várni, hogy fölnő.